Köszöntöm nézőinket! Önök a Zsolca TV 17. heti adását látják a UPC Felső-Zsolcai és Ongai kábelhálózatán. E heti adásunkban is számos érdekes témával várom Önöket. Érdemes velünk tartani, mindjárt kezdünk! Április 11-e a Magyar Költészet napja. Rendhagyó kiállítás megnyitón emlékeztek a felsőzsolcaiak József Attila születésnapjára. A Bárcai kastélyban bemutatkozott a kazincbarcikai goblen öltögetők köre, és felléptek a Rákóczi Szövetség által szervezett versmondó verseny díjazottjai is. Volt egyszer egy kis egér, hosszú bajszú balambér. Ott lakott az oll mögött, sok-sok ócska lomb között. Jól megvolt ott elvitás, mégis kellett más lakás, mert ha esett, fújt a szél, bizony fázott balamber. Elindult egy szép napon, s szétnézett az udvaron. Hú, itt a kamra, nyitva, tátva ajtaja. Balambérunk beoszon, s fent jár már a polcokon. Körül szaglász, körül néz, csűha van, itt befőtt méz. Mennyi finom jó dolog, no, itt éhen nem halok. Kiszemel egy üveget, ebben vajon mi lehet? Ám amikor neki lát, majd kitöri a fogát. Bosszankodik balambér, mennyi üveg, de mit ér? Hiába van mintere, ha vádog a teteje, haragosan nyálmatat, minden polcot áthutat. Nocsak, ott egy nagy doboz, belemászik, s úgy motoz. Feltúrta a skatuját, s mit talál? Egy ceruzát, hogyha más nincs, ez is jó. Ez legalább rágható. Bölcselkedik balambér, a bajuszos kisegen. Vágj egy csöppet cimbora, kérleli a ceruza. Megmutatom, mit tudok, falon hogy táncolok. Mutasdod ezt szaporán, mert a gyomrom korogán. Falon lejt a ceruza, sötét vonal lábnyoma. S mire tánca véget ér, már a szomszéd portáján túl fut, menekül balambér. Csoda, hogy elmenekül, hisz a falon macska ült. A táncoló ceruza ezt pingálta hát oda. Április 11-e a Magyar Költészet napja. Ezen a napon József Attila születésnapjára emlékeznek országszerte. Előadó estekkel, könyvbemutatókkal tisztelegnek a magyar líra előtt. Felső-Zsolcán idén is a Bárcai kastélyban találkoztak a művészeti ágak képviselői, így többek közt jelen volt Gyenes Klára felső-zsolcai költő, aki szerint mindannyiunkban ott rejlik a költő. Nem mindenki tartja fontosnak, hogy méltóság teljes legyen az ünnep, de úgy gondolom, hogy nekünk feltétlenül célunk kell, hogy legyen. Itt Felső-Zsolcán mi arra törekedtünk, hogy az a gyönyörűség, ami a költészetből származik, akár bár képzőművészeti ágot jelentsen, akár zeneművészetet jelentsen, akár konkrétan verseket, irodalmat jelentsen, valóban egy töltekezés legyen számunkra. Én ezt a szokást is szeretném, hogy hagyomány is legyen, szeretném, ha megőrizni ez a közösség. Nem igazán a költészet napját kéne ünnepelni, hanem magát a költészetet. Néha-néha elővenni egy-egy verses kötetet és beleolvasni, mert lélegépítő, és a szépet tudja adni. Ebbe a rohanó világunkba, ahol nagyon sok a gonoszság, a szépségre nagyon nagy szükségünk van. 1964 óta ünnepeljük a Magyar Költészet napját. Közel 50 éve emlékezünk ezen a napon a nagy klasszikusok mellett a kortárs irodalom alakjaira. Költészet nem lehetőség, hanem felelősség. És lehet, hogy ebben korlátokat szab az egyéni képességeink és tehetségünk, de arról az összefüggésről úgy gondolom nem mondhatunk le, hogy mű, alkotó és olvasó közös felelősséget vállal minden egyes alkotás kapcsán. Gyakran, amikor költészetről beszélünk, inkább a klasszikusokra, a múltkorok költőire gondolunk, és csak kevesebbet a mai kortársakra.
Ma számtalan diskurzus folyik arról, mi a helye a költészetnek az ember, illetve a közösség életében. Valójában része-e az életünknek, és igazából nincs más kérdés, személyesen az életünknek része-e a költészet. Az irodalmi találkozón közreműködött Orosz Gábor tanítványaival. Átkeblemben reszket a kóc, érted szemmel? A Jancsi rendhagyó irodalmi délutánon először mutatkozott be a kazincbarcikai Goblen öltögetők köre. A klub 14 tagjának munkáiból nyílt kiállítás. A 4 éve alakult közösség Goblen képeket, szalagos párnákat és több mint 100 egyedi készítésű ékszert is bemutatott. 4 éve alakult ez a Goblen kör azzal a céllal, hogy nem csak képeket készítsünk, hanem valami kreativitást is vigyünk be. Újra a goblenezés újszerűségét éli szinte az egész országban. Nagyon sok helyen alakult goblen szakkör, de mi valami más szeretnénk. Felső Zsolcán mutatták be először a porcelán alapú goblen ékszereiket. Az egyedi csöcsebecséket a fiatalok és idősebbek egyaránt kedvelik. A nők mindegy, hogy milyen korú, nagyon szeretik az ékszereket. Na most az ékszereink azok olyanok, hogy azt nem tudja boltba megvenni, más szakkörstől se tudja megvenni, mert szinte büszkén mondhatom, hogy egyedülálló módon csak mi csináljuk ezeket a goblen ékszereket. Ez annyira egyedülálló, hogy a hullóházi porcelángyárnak is felkeltettük az érdeklődését, és most ott tartunk, hogy a 2 héttel ezelőtt készítettek nekünk porcelán, hófehér porcelán alapot, és itt Zsolcán mutatjuk be először ezeket a modelleket. Tehát ezek az első varrottas porcelán goblenek. Nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy össze lehet-e tenni a goblenyt, egy goblen kiállítást és a költészetnapot. De úgy döntöttem, hogy a goblen az egy fantasztikus művészeti ág, a művészet örök szépségét örökíti meg, és a költészet is végül is a szépséget örökíti meg. És úgy gondolom, hogy ami örömet ad nekünk, szépséget és lélekemelő, az mind elfér egy napon.
egy lapon. A goblen és a költészet egymást inspiráló folyamatok. Azok, akik a goblennel foglalkoznak, úgy látom, hogy nagyon mély érzésű emberek, merítenek az irodalomból, a témáikban, a gondolataiban, a megformálásukban. Ebben a kastélyban, kastélyi körülmények között, ahol mi elképzeltük, hogy polgári úriasszonyok fordultak meg és élték a mindennapjaikat, és mi szándékosan ehhez választottuk ki ezeket a goblen képeket, akik ilyen kastélyi körülmények között éltek. És mi kb. Egy éve szerettünk volna ide már eljönni és bemutatkozni. És bemutatni már csak azért is, mert ezek olyan goblen képek, amit nem tud a boltba megvenni. Ezek leszámolhatós, általunk tervezett, tehát különleges képek. És én úgy gondolom, hogy ezek itt méltó helyen van, gyönyörű helyen vannak most. A kiállítás megnyitón felléptek a Rákóczi Szövetség által rendezett versmondó verseny díjazottjai is. József Attila, talán eltűnök hirtelen. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermektestemet, szem maró füstön szárítottam. Bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Korán lájta belém fogát a vágy, mert idegenbe tévedt. Most rezge meg bánás fog át, várhattam volna még 10 évet. Dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostoha, s kilőttem az oktatómat. Ifjúságom e zöld vadon, szabadnak hittem, és öröknek, és most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. A Rákóczi Szövetség jó szívvel támogatja a hasonló rendezvényeket, úgy mint a fiatalok határon túli üdültetését, táborozását is felkarolta, ugyanúgy a mai versmondó betélkedőnek is a patronósa lett. A mai rendezvényünkre mind a két iskolából jelentkeztek gyerekek, 26 fővel vettek részt. Nagyon színvonalas verseny volt, vetélkedő volt, amit bizonyít az itteni mai képkiállításon, a goblen bemutatón megjelen gyerekeknek a szereplés, és valóban aranyosak, tündériek voltak ezek a gyerekek. Petőfi Sándor, a magyar nép. Szabad a magyar nép, szabad Valahára, kinek láncot verte kezére lábára, s görbe derekával a rabigát vonta, mintha csak állat, és nem ember lett volna. Szabad a magyar nép, fejét föltarthatja, kénye kedve szerint kezeit mozgatja, s mely bilincs, mely őt ezt szorította, ha vasas, mint kardot, ő szorítja mostan. Szabad a magyar nép. Lejárt napod német, nem táncoltatott te többé ezt a népet, s pióca módjára nem szívod a vérét, megfizette Isten gonoszságot bérét. E földön legyen úratút, vagy a német? E földön, hol a hintítész magyar vérzett? Magyar vér szerezte ezt a dicső hazát, és magyar vér 1000 évig oltalmazzá. Nincs itt urasága, csak az egy magyarnak, s kik a mi fejünkre állani akarnak, azoknak mi állunk fejük tetejére, s várjuk sarkantyunkat szíve közepébe. Vigyázz, magyar, vigyázz, éjjel is ébrelnék, ki tudja, mikor üt rajta az ellenség? Ha eljön, úgy jöjjön, hogy készen találjon, még félhalott sem maradjon az ágyon. Haza és szabadság. Ez a két szó, melyet először tanuljon dajkától a gyermek, és ha a csatában a halál eléri, utolszor e két szót mondja ki a férfi. Facsemetéket és virágpalántákat ültettek a zsolcai óvodások földnapján a Sport utcai és a Szent István utcai óvodában is, ahol április 22-én már több éve hagyomány az udvar virágosítása.
Valamikor régen az emberek tudták, hogyan kell egyetértésben élni. Most a természet csendje csak kevesekhez jut el. Gyerekzsivajtól voltak hangosak a felsőzsolcai óvodák is, ahol a föld napján énekekkel, játékkal és virág, illetve faültetéssel telt a délelő. A Föld napjának alapgondolata az Egyesült Államokban élő egyetemi hallgató Dennis Hayes ötlete volt. Az első ünnepre 1970. április 22-én került sor, amelyen mintegy 25 millió amerikai vett részt, hogy felhívja a figyelmet bolygónk romló környezeti állapotára. Dennis Hayes úttörő gondolata már a globális ünneppé nőtte ki magát. Ő maga összes halántékkal ott van a Facebookon, a Föld napján pedig a Google is új nyitóképernyővel jelentkezett. A zsolcai óvisoknak a Föld napja ma még csak a virágültetést jelenti, de felnőve talán megértik a mélyebb üzenetet is, hogy bolygónk megóvása az egyén szintjén indulva válhat csak globálissá. Föld napi esemény része a faültetés mind a két óvodába, a Parkúton is ültettünk, a Parkúti óvodába, illetve itt is. Minden évben rendezünk a gyerekekkel földnapi rendezvénysorozatot. Ennek kapcsán ugye egész héten az óvónénik olyan játékos vetélkedőket szerveznek a gyerekeknek, hogy megismertessük velük, hogy a föld valóban elég kihasznált állapotban van, és amennyire lehet, ők is óvják. Ennek én úgy gondolom, hogy egy kisgyerek, ha részese lehet annak, hogy a növényeket elültetjük, ápolni kell, utána locsolgatni, óvni majd, amikor fogócskázunk, óvni a labdáktól, akkor valamilyen részese lesz annak ennek a folyamatnak, hogy egy kis növényből, vagy akár ebből a facsemetéből, hogy lesz majd később egy lombos fa. Császárfát ültettünk első körbe, majd második körben, május 3-án smaragdfát fogunk ültetni. Ez mind a két fa bizonyos fokig egy ökoprogramnak a része, megköti a szennyeződéseket, vagy legalább valamelyes szűri. Mind a két óvodában szükség van erre. A Parkúti óvodába is sor került az utóbbi években azoknak a fáknak a kivágására, ugye, amelyek elszáradtak. Itt meg nyilván ez az udvar két éve készült el, erre még nem ültettünk fát, és most az a lényeg, vagy az a célunk, hogy olyan fákat ültessünk, ami valamelyest segíti azt, hogy egy ilyen forgalmas út mellett a gyerekek viszonylag jó levegőn lehessenek, illetve nagy árnyékot adjon majd. A Parkúti óvodába rendezvénysorozatban ültettünk virágokat is, itt kértük a szülőknek a segítségét, hogy valamelyest tegyék lehetővé számunkra, hogy minél több virág elültetésre kerüljön, hiszen így egy nagyon szép környezetben lesznek a gyerekek, és a virágültetés kapcsán is bepillantást nyernek abba, hogy azokat locsolgatni kell, óvni kell, stb. Itt a Krisztina óvodába az idén nem kértük a szülőket erre, hogy támogassanak bennünket virágokkal, hiszen a előreláthatólag május végén kezdődő építkezés miatt úgy gondoltuk a nevelőtestülete, hogy nem sok esély maradt volna arra, hogy még nyáron a költözködés mellett, illetve az átalakítással járó viszonylagos felfordulás mellett azokat is óvjuk. Majd jövőre ezt is pótoljuk, amikor már itt meg már új óvodánk lesz. Második alkalommal szervezett az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület nóta és népdaléneklési versenyt a Bárcai Kastélyban. A több mint 30 diák zenei kíséret nélkül énekelte választott dalát. A versenyre a zsolcai diákokon kívül a környékbeli településekről is többen érkeztek. Piros rózsa, kék nefele, csipolya, virít az ablakában. Át a
Attól félek, hogy a Tiszába esek, hogy a Tiszába esek. Lovam hát a sejelhaj, félre fordul a nyereg. A Tiszának habjait azt elveszek, a babám én nem leszek. Már Magyarországon is elérhető a Google Street View. A szolgáltatást ezen a héten élesítették. Az első utca felvételek 2009-ben készültek. Felső Zsolcán 2011 nyarán őszén járt a Google fekete autója. Adatvédelmi aggályok miatt a Google az arcokat és rendszámokat elhomályosítva jeleníti meg. Érdemes bebarangolni a várost virtuálisan. Még a kátyúk és a kóborkutyák is látszanak a felvételeken, de a hetes buszt is láthatják a város utcáin interneten barangolók. Rövid zenés összeállításunkban mi is megmutatjuk, hogy is fest a Google Street View szemszögéből Felső Zsolca. Másnak-e tájék mit jelent? Nekem szülő hazám, itt belángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőlem nőttem én, mint fatösből gyönge ága, s remélem testem is majd te földbe süppel el. Itthon vagyok, s a néha lábamhoz térde be egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, s kik mennek az uton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyom. Az falakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép, gyárat s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelét, tanyát. Azt járat lát alát csőni szántó földeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remek, erdőt, füttyös gyümölcsöt, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyukát. Ki halkan sírogat, s mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem. Az bakterház, a bakter előtte ás üzem. Piros zászló kezében, körötte sok gyerek, a gyárak udvarában komondor emberek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. S az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én, ím itt a kő, de föntről a kő sem látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. Tudjuk, miben védkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír, hazánkra újra a béke újja. Folytott szajtunkra majd a friss szóval ők felelnek.
nagy szárnyadat boríts rám virasztó éjfellek. Felső Zsolc a 19. századi történelmének kiemelkedő jelentőségű személyiségére, Szatmári király Pál néplatéidára emlékeztünk. 187 évvel ezelőtt 1826-ban született Platéida. Szülei Dőri Krisztina és Plati Imre a Felső Zsolcai kastély építői vallásos szellemben nagy műveltségű emberré nevelték. 1843-ban Platéidát nőül vette Szatmári király Pál, aki korának jelentős közéleti személyisége volt, Deák Ferenc barátja és politikai társa. Az évforduló alkalmából a Szatmári Király Ádám Kulturális Társaság a történelmi egyházak képviselőinek jelenlétében az óvodásokkal közösen koszorúzott a Kossuth utcában álló családi kriptánál. A Gulag Kutatók Nemzetközi Társaságának szervezésében Málen Kirobot címmel második alkalommal tartanak nemzetközi konferenciát Miskolcon. A háromnapos tudományos seregszemlén a hazai és a határon túli gulag kutatók tartanak előadásokat, köztük több neves, nemzetközi szinten is elismert kutató. Az Emlék, Emlékezet, Emlékezés alcímet viselő konferencián bemutatják a zsolcai helytörténész Zsíros Sándor legújabb könyvét is. A Gulag Kutatók Nemzetközi Társaságának zsolcai alapító Szemelvények a Gulag Memoárirodalomból című kötetének első kiadása is nagy sikert aratott. Most Felső Zsolca város önkormányzatának támogatásával a könyv újabb kiadása készülhet el. A konferencián Zsíros Sándor beszél majd könyvéről. Az Együtt Felső Zsolcáért Egyesület 10. alkalommal szervez fáklyás felvonulást. A zenés séta április 30-án a Szent István iskola elől indul. A felvonulás már hagyományosan a majális előprogramja, amely a májusfa díszítéssel ér véget. Május 1-én pedig 14 órától a sportpályára, kulturális programokra és főzőversenyre várják a zsolcaiakat. A majális részletes programját megtalálják televízión képújság oldalain és a Facebook csatornánkon. Dankó Pista dallamaival és világslágerekkel várta a közönséget április elején a rendezvények házában a Délaföldi Harmonika Barátok klubja. A Szegedi Együttes az Együtt Felső Zsolcáért Egyesület és az Észak-Magyarországi Nóta Szerzők és Énekesek csoportja meghívására érkezett városunkba. Az estről készült több kamerás felvételünket láthatják adásunk hátralévő részében.
Thank you.
Thank you.
virét az ablakom alatt. Léket küldöm minden levelét. Rózsa levelén megírom neked azt, hogy a szívem mindig a tiéd. Nélküled az élet szomorú, akár a tél, de nyár lehetne rögtön, ha te hozzám jönnél. Rózsafa virít az ablakom alatt, néked küldöm minden levelét. Csendes éjszakáknál hallgatom a vágydalát, hozzád kergetem a lelkem sóhaját. Édes süt a holdsugár, és egy tücsök muzsikál, arról, hogy a szívem majd csak rád talál. Rózsafa virít az ablakom alatt, néked küldöm minden levelét. Rózsa levelén megírom neked azt, hogy a szívem mindig a tőjén. Mert nélküled az élet szomorú, akár a tél, de nyár lehetne rögtön, ha te hozzám jönnél. Rózsafa virít az ablakom alatt, néked küldöm minden levelét. Thank you.
Akkor most egy mulatos operett darabot fogunk elénekelni. Déli bábos Hortobágyon. Nem tudom, mondd ez valakinek valamit. Szüret elő, már nincs elég idő, hát szüret után lesz az esküvünk. És azután majd Nászútra megyünk, és hegyen völgyön boldogok leszünk. Magoda viszlek téged, cicám, ahol csak ezt húzza a cigán. Déli bábos Hortobágyon, egy kis turta kocsma van, mert a jó volt úgy imádom, hát ott érzem jól magam. Kereshet engem a családom, sosem ér véget a dínom bánom. Déli bábos Hortobágyon, én te pálik húzatom, mert jobb ital ma sehol sem talál, a Sobrióska szintén oda jár. Az asztalon egy nagyobb kucogom, 100 cl jó bort hozatom, de mivel nehezek a borom, velem az egész sárda forró. Déli sem ér véget a dínom, dánom. Déli bábos Hortobágyon, én te pálik húzatom. Mm-hmm.
Thank you.
Thank you.
Nem látom a szép hölgyeket, a mikrofon előttem van. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jó. Ácsi, azért ti muzsikus lelkek, ti bohém fiúk, elfáradtatok? El akarjátok küldeni ezt a hálás közönséget? Hát nekünk még dolgunk van itt. Még dolgunk van, egy Hangyányi figyelmet kérek. A klubunk elnöke, Bánki András úr, az unokája keresztelője miatt nem tudott részt venni a mai estén. De üdvözletét küldi, és személyes jó kívánságait ezúttal tolmácsolom. Isten éltesse az unokáját meg a fölmenőiket. Ezt azért kellett elmondanom, mert ugye ő vele lenne teljes itt a mi elnökségünk, és tulajdonképpen lélekben ő jelen is van. Kérem szépen, engedjenek meg még egy emlékezést. Én nem is ott kezdtem. Szóval nálunk Szegeden azt mondják, hogy aki nem oda születik, az gyütmönt ember. Lehet, hogy ez másutt is így szokás. És itt kezdődik az én is az vagyok egyébként. Itt kezdődik az emlékezés. Én emlékszem arra, amikor Siska András úr, bandi barátom, Szegedre került, gyütmönt emberként. És arra is nagyon emlékszem, hogy 11 év alatt hogyan vált igazi szögedivé. Ő nem csak a munkájában volt nagy, hanem mecénása volt a szegedi öntevékeny művészeti világnak, lehetőségei szerint támogatta a népi táncot, az énekkarokat, a zenekarokat, hát a szíve mindig a nóta felé húzott, de ezt talán meg lehet érteni. Kémeim jelentették, hogy ennek az estnek a megszervezésébe is igen komoly szerepe volt, kezdve onnan, hogy tulajdonképpen ővé volt maga az ötlet is. Tehát nagyon sokat dolgozott, és ezért az elnökségünk törvényt ült, és döntést hozott. Pillanat. A Délalföldi Harmonika Barátok Klubja elnöksége Siska András urat, aki áldozatkész munkájával, tapasztalatai átadásával segített minket, a klubunk tiszteletbeli tagjává fogadtuk. 2013. április 6-a.
Bánki András elnök, lélekben itt van. A zenét, egy pillanat türelmet kérek. A közönség és magam nevében megköszönöm Andrásnak azt, hogy ezt az estét összehozta, és nagyon jó szórakoztunk. Közönségünk. A műsorunk végére értünk. Köszönjük a sok hálás tapsot, köszönjük a fogadtatást. Ezzel a számmal elköszönnek a Délalföldi Harmonika Klub föllépői, sorban név szerint dr. Átkai Sándor, Mizsely Zoltán, Bakos József, és Kovács József. Valamint jó magam, Molnár Sándor. Ez az elköszönés nem egészen úgy sikerült, mert közbe kaptuk a kérést, hogy közkívánatra a Marosmenti Fenyves Erdők című nótát játsszál a zenekar.
Hát játssza le a zenekar! Édes rózsám, nézd meg az én pici anyám, maros neki fejves erő ajánlába. Nőj el hozzám, édes rózsám, nézd meg az én pici anyám, a maros fegyves erdő aján. Öreg!
Önök a Közelkép Televíziónk heti közéleti magazin műsorának 17. heti adását látták. Egy hét múlva is várjuk Önöket friss hírekkel, információkkal. A műsor ismétléseinek időpontjait megtalálják képújság oldalainkon, de bármikor újra nézhetik weboldalunkon a www.zsolcatv.hu-n. Kövessék munkánkat a nagy közösségi portálokon is. Én a műsort készítő kollégáim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép hetet kívánok, viszontlátásra!